Duczky Kristóf lengyel grafikus művész 1982 óta él és dolgozik Budapesten. A Varsói Képzőművészeti Akadémia alkalmazott grafika szakán szerzett diplomát, plakátokat 1983 óta tervez, készített kulturális, politikai témájú műveket egyaránt. Műveiből a Magyar-Lengyel Barátság hetének rendezvényeként kiállítás nyílt a főiskola aulájában. A tárlat az elmúlt 2-3 év anyagából állt össze. A képek nagy része nem az utcára született, hanem a Külügyminisztérium Magyarországot népszerűsítő kampányához készült. Csináljam egy nagyon rövid információ az országról, amivel népszerűsítem a Magyarországot külföldön. És ezért kevés a szó, kevés a magyar nyelv, és ilyen nagyon tömör dolgok, de minél igazibb, hogy már a képet akartam mutatni. A művész szerint az igazán jó plakáttervező ügyesen tömörít, megpróbál összetett gondolatokat, metaforákat a legegyszerűbben megfogalmazni. A kiállítás március 31-ig látható a főiskola aulájában.